építési piaci prognózis. Jóval több az engedélyeztetések száma, mint a megépülő lakásoké. Határon túli együttműködések. Ukrajna európai integrációs törekvéseit és a Magyar Uniós csatlakozás tapasztalatait összegző konferenciát tartottak Nyíregyházán. Új bankjegyek. Már forgalomban van az új 2 és 5000 forintos. Az új színek miatt egy ideig még jobban kell figyelni a visszaadásnál. Továbbra is fellendülőben van az ingatlan piac, ám jóval több az engedélyeztetések száma, mint a megépülő lakásoké. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Építési piaci prognózisát ismertette Varga Dénes közgazdász egy nyíregyházi konferencián. A szakember elmondta, a több mint 30 ezer lakásépítési engedélykikérés után csupán mintegy 20 ezer lakás épült meg tavaly. Az ingatlan piac fellendülését azonban tovább segíti a csok, valamint az, hogy egyszerűsítettek az engedélyezési folyamatokon is. Ahogy megérkezik a tavasz, úgy indulnak be az építkezések is, mondta Kovács Tüzép konferenciáján a cég tulajdonosa. Kovács László kiemelte, az ingatlan piac további élénkülését várja a szakma. Vannak biztató jelek, vannak olyan számaink, amik azért Nyíregyházán is azt mutatják, hogy az a lemaradás, ami tavaly azért érzékelhető volt, mondjuk egy Dunántúlhoz képest, azért az javulni fog. Tehát több építési engedély, több építkezni vágyó jelenik meg. Hát nyilván még azért a tél nyomai itt vannak körülöttünk. Én abban bízom, hogyha itt az idő is, általános közgazdasági környezet úgy alakul, hogy az emberek megint neki mernek vágni ennek a nagy feladatnak, hogy házat építsenek, vállalkozást bővítsenek, tehát egyáltalán az építőiparral közük legyen, akkor ez egy jó év lesz. A gazdasági válság néhány évvel ezelőtt az ingatlan piacot, az építkezéseket is érintette, mondta a konferencián Varga Dénes közgazdász. A szakember szerint évente 40 ezer lakást kellene építeni, szerinte ez hozná meg a tényleges ingatlan piaci egyensúlyt hazánkban. A lakásépítési engedélyek száma az már megközelíti ezt a szintet, hiszen már ez 30 ezer fölött volt. Tudni kell azonban, hogy amikor beindul a konjunktúra, akkor nagyon sokan engedélyeztetnek projekteket, hogy le ne maradjanak, és ezeknek egy jelentős részéből sohasem lesz lakás. A 2000-ben kezdődő élénkítésben körülbelül 130 ezer olyan engedélyt adtak ki, amiből a végén nem lett lakás. Most is ezt várjuk, hogy a lakásépítési engedélyek és a ténylegesen elkészült lakások száma között nagyon jelentős eltérés lesz. A rendezvényen több olyan cég képviselője is jelen volt, aki tetőszerkezetek építésével, cserepekkel, tetőtéri ablakokkal, vagy éppen tetőszigeteléssel foglalkozik. A szakemberek szerint azért fontos a szigetelés, mert anélkül jelentős energia távozhat az épületekből. Minél vastagabb, annál jobb. Nyilván a tetőszerkezet limitált kereteket ad. 15 plusz 5, ezt mindenki már a szakmában ismeri. Mi a szálas hőszigetelő anyagokat preferáljuk. Tűzbiztos, jó hőszigetelő képességgel rendelkezik. A ház élettartamára biztosítja a megfelelő hővédelmet. A konferencián a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára is szólt. Nagyné Varga Katalin kiemelte, a tetőszerkezet mesterei, az ácsok fontos szakemberek, ám az utánpótlás ebben az ágban is kérdéses. Az ács évről évre hiány szakma térségünkben, ezért a kamara is kiemelt figyelmet fordít a szakma népszerűsítésére. Ukrajna európai integrációs törekvéseit és a magyar uniós csatlakozás tapasztalatait összegző konferenciát tartottak Nyíregyházán. A helyi önkormányzat és az ungvári főkonzulátus által szervezett eseményen elsősorban a magyar-ukrán határmenti beruházási lehetőségek, az ukrán önkormányzatok fejlesztési lehetőségei és a határon átnyúló együttműködések voltak a fő témák. Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Ezt a kijelentést Orbán Viktor miniszterelnök tette meg tavaly novemberben, miután tárgyalásokat folytatott az ukrán miniszterelnökkel Budapesten és Debrecenben. A magyar kormányfő szerint Ukrajnának el kell foglalnia a helyét az EU közösségben, bár a csatlakozásig még számos feltételt kell teljesíteni a keleti szomszédunknak.
Ukrajna integrációs törekvéseiben nagyon fontosak lehetnek a 2004-es magyar csatlakozás tapasztalatai. Ennek érdekében szervezte meg a nyíregyházi konferenciát Magyarország ungvári főkonzulátusa és a nyíregyházi önkormányzat. Én azt gondolom, hogy mint ez a mai konferencia is úgy került megszervezésre, hogy hozzám beérkeztek olyan igények, hogy szeretnének egyfajta általános tájékoztatást kapni, hogy mit jelentett Magyarország európai integrációs csatlakozása, EU csatlakozása 2004 óta mi történt, ez mit jelentett az önkormányzatok szempontjából, milyen lehetőségek, kihívások, milyen egyéb buktatók vannak ez a rögös úton, ami Ukrajna előtt áll még gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozás során. Én azt gondolom, hogy a főkonzulátus részéről azokat a kapcsolatokat tudtuk ide most elhozni és megteremteni annak a lehetőséget, hogy tudnak közvetlen párbeszédet folytatni egymással, meg tudják hallgatni azokat, hogy mi történt Magyarország esetében, az önkormányzatok milyen egyéb lehetőségekkel bírnak a csatlakozást követően. Az ukrán önkormányzatok számára is fontosak a magyar önkormányzati rendszer uniós csatlakozási tapasztalatai, mondta a megyei közgyűlési elnök. Sesták Oszkár szerint a jövőben közvetlen brüsszeli támogatásokat is kaphatnak a magyar és ukrán szervezetek együttműködési programjai. Azokat az önkormányzati tapasztalatokat szeretnénk átadni a Magyar Külügyminisztérium konzulátus segítségével, amelyek az utóbbi 27 évben a magyar önkormányzati rendszerben felhalmozódtak, illetve azokról az együttműködési lehetőségekről gondolok, Hitatisza Európai Tervező Társulásra, amelyek európai kitekintést, európai forrásszerzési lehetőséget jelentenek Magyarország, illetve ukrajnai partnereknek. A Tisza Európai Területi Társulás Kárpátalja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kisvárda részvételével alakult meg 2015. októberében. Jelentősége, hogy első alkalommal jön létre ilyen típusú együttműködés uniós és nem uniós ország között. Az Európai Területi Társulást az Európai Unió hozta létre azzal a céllal, hogy az Európai Uniós forrásokat hatékonyabban lehessen felhasználni a határmenti településeken és határmenti megyékben. A Tisza ETT legnagyobb előnye, hogy a közös tervezésű, határon átnyúló hatású nemzetközi projektek végrehajtását teszi lehetővé. Az erre vonatkozó pályázatok várhatóan április elején jelennek meg. 2017 lesz a bankjegycsere program legtöbb változással járó éve. A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte meg a forgalomban lévő fizetőeszközök cseréjét. Először a 10 000-esek, majd a 20 000-esek változtak. Március 1-től pedig már új 2 és 5 000 forintos bankjegyekkel fizethetünk. Így a pénztárnál az új színek miatt egy ideig jobban kell figyelni majd a visszaadásnál. Egy nyíregyházi palacsintázóban az elmúlt napokban már össze is kevertek két különböző címletű bankjegyet. A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte meg a forgalomban lévő forint bankjegyek cseréjét. Ennek eredménye, hogy megújított és korszerű fizetőeszköz kerül forgalomba. A távlati cél, hogy mire lezárul a csereprogram, már csak a megújult bankjegyek maradjanak készpénzforgalomban. Ez várhatóan 2019-ben lesz. Elsőként 2014-ben jelentek meg az új 10 000-esek. A 2016-os évvégi adatok alapján a bankjegyek 80%-a új volt, ez 128 millió darabot jelent. Azt még egyelőre nem tudni, hogy a régi 10 000-esek mikor kerülnek ki véglegesen a forgalomból. A következő lépés az új 20 000-esek kibocsátása volt. Ezek először 2015. decemberében kerültek be a lakossági felhasználásba. Szintén tavalyi adatok szerint itt már 85% volt az újak aránya. Március 1-től került forgalomba az új 2 000-es és 5 000-es, gyors és tömeges elterjedésre számítanak, ezért a régi bankjegyeket már csak idén július 31-éig lehet felhasználni. Az új bankjegyek sok esetben még megtévesztőek lehetnek. Ebben a nyíregyházi palacsintázóban például csúcsforgalomban fizettek új 2 000-essel, amely hirtelen első ránézésre magasabb összegű bankjegynek tűnt. Egy pár vásárolt palacsintákat, 2 000-essel fizetett, az új 2 000-essel, és én azt 20 000-esnek néztem, és abból adtam vissza. És amikor ugye visszakapták a pénzt, akkor jelezték, hogy 2 000 forintosra fizettek. És akkor derült ki, hogy valóban, ugye ezt korrigáltam, és akkor jutott eszembe, hogy azelőtt nem sokkal egy korábbi vásárló szintén az új 2 000-essel fizetett. És akkor ugye megnéztem a kasszát, és hiányzott belőle gyakorlatilag a 18 000 forint, amivel többet adtam neki vissza. Az üzletvezető kérése, hogy valamilyen jótékony célra költse majd a vásárló azt a plusz 18 000 forintot. A lakosság szempontjából 2017 lesz a bankjegycsere program legtöbb változással járó éve. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint nyár végén készül majd az új 1 000 forintos, de ezzel a készpénzforgalomban majd csak jövőre találkozhatunk.
Végül az utolsó 2017-es változás az lesz, hogy december 31-én bevonják a régi 20 000 forintosokat. A bankjegyeket azért is kell cserélni, mert ugrásszerű a fejlődése azoknak a színes sokszorosító eszközöknek, amelyeket a hamisítók is használnak. Ennek érdekében az új bankjegyek biztonsági elemei is jóval összetettebbek az 1997 és 2001 között kibocsátottakhoz képest. Munkahelyteremtés, fejlődő egészségügy és átgondolt oktatás. Ezeket ígéri Szabolcs-Szatmár Bereg megye 4. számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje. A párt sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy a 2018-as választásokon Adorján Bélát, a Jobbik megyei elnökét jelölik erre a posztra. A választókerülethez összesen 88 település tartozik, székhelye Vásárosnamény. Adorján Béla 2002-ben önkormányzati képviselő volt, és 2010-től lett a megyei közgyűlés jobbikos tagja, 2014-től frakcióvezetője. A nyíregyházi sajtótájékoztatón az is elhangzott, a párt készen áll a 2018-as kormányváltásra. Az egyik legfontosabb kérdés az az elvándorlás problémája, és ebből fakadóan a közfoglalkoztatás, illetve a foglalkoztatás politika kérdése. Azt szeretnénk elérni, ne ijedjen meg senki, amikor ezt kimondom, hogy a mi kormányra kerülésünk és az én országgyűlési képviselői minőségem létrejötte, egyenesen következménye lesz annak, vagyis annak lesz egyenes következménye, hogy egyre kevesebb közfoglalkoztatott lesz, mert lesznek munkahelyek. Egy szlovák kamion egy személygépkocsinak hajtott, majd egy terepjáró hátuljának ütközött Nyíregyházán, a Kállói út Pásztor utcai kereszteződésben. A péntek reggeli balesetben a terepjáró utasa és vezetője sérült meg. Az anyagi kár milliós nagyságrendű. A rendőrség eljárást indított a szlovák kamionsofőrrel szemben. Tájképek és forradalmi hangulatot idéző alkotások is szerepelnek a József András Múzeum legújabb kiállításán. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. A hétvégén megszerezheti első tavaszi pontjait a kisvárdai futballcsapat. A bajnokság második felét két vereséggel kezdő, az NB2-es tabellán jelenleg 8. helyen álló együttes, a 17. Kozár Michelint fogadja vasárnap. Új szakmai stábbal és új elképzelésekkel vág neki az amerikai futball szezonnak a Nyíregyháza Tigers. Az együttes a legalacsonyabb osztálynak számító Divízió 2-ben indul, azzal a céllal, hogy minél szélesebb utánpótlás bázist építsen ki, és jövőre ismét ott legyen a legmagasabb osztályban. Tájképek és forradalmi hangulatot idéző alkotások is szerepelnek a József András Múzeum legújabb kiállításán. Csizmadia Zoltán festőművész az 1956-os forradalom kapcsán is alkotott. A magyar nemzet szenvedéstörténetét a krisztusi szenvedéstörténettel hozza párhuzamba műveiben. A Máté Szalkai születésű Csók István és Egri József díjas festőművész Csizmadia Zoltán időszaki kiállítása nyílt meg a József András Múzeumban. A művész 1933-ban született, tanulmányait a nyíregyházi Besenyei György névfőiskolán kezdte, 1958-ban kapott diplomát a Magyar Képzőművészeti Főiskola festőszakán. Népi nemzeti világhoz való kötődése alkotásaiban is megjelenik, témái a magyar vidéki élethez és a magyar történelemhez kapcsolódnak. Ennek fontosságát próbálja bemutatni a fiatalok számára. Igyekszik átörökíteni a jövő generációk számára, ezt érzi kötelességének, sokkal inkább, mint bármiféle újító mozgalomhoz való csatlakozást, hagyományt őrizni és hagyományt teremteni. Másrésztről pedig egészen kivételes erejű része az ő életművének az 1956-os élményeket, az 56 utáni megtorlást feldolgozó része a munkásságának, a munkáinak, amelyek zömmel több évtizedes hallgatás magában hordott csend és visszatartott indulatok kilövellése a képekben. Csizmadia Zoltán nem csak tanúja, hanem aktív részese is volt az 1956-os forradalom eseményeinek. Akkori tragikus élményeiről hosszú éveken át nem beszélhetett. Először 1989-ben mesélte el, hogy 4 főiskolai hallgatótársát és 4 fiatal katonát hogyan végeztek ki az oroszok egy pincében.
A magyar nemzet szenvedéstörténetét Krisztus szenvedéstörténetéhez hasonlítja műveiben. Ez a téma azonban csak 1990 után jelent meg Csizmadia Zoltán munkásságában. Ezek a festmények egy része művésztelepen készült, Mártéjon, Csopakon, és hát Pesten is, de a témáját tekintve tájképek, tehát a tanyapusztulás ott Mártéjon, éppen én voltam az utolsó, aki ezt előttem zajlott le, és megörökítettem, és később pedig hát az 56-os forradalom is. Az új időszaki tárlat a József András Múzeum első emeletén látogatható. A hétvégén megszerezheti első tavaszi pontjait a kisvárdai futballcsapat. A bajnokság második felét két vereséggel kezdő, az NB2-es tabellán jelenleg 8. helyen álló együttes a 17. Kozár Michelint fogadja. A mérkőzés vasárnap 14 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti pályán. Ugyanúgy kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat, ahogyan az őszit befejezte, azaz két vereséggel. Először Soroksáron kaptak ki 1-0 a várdaiak, majd egy elhalasztott mérkőzést követően a legutóbbi fordulóban Felcsúton a Puskás Akadémia szintén 1-0 győzött Révész Attila csapata ellen. A mérkőzés képe alapján könnyen születhetett volna fordított eredmény is, legalábbis így látja a kisvárdaiak védője Fodor Ferenc, aki egy szezont játszott Felcsúton is. Nagyon fájó volt a vereség, mert főleg az első fél időben úgy érzem, hogy domináltunk, meg voltak a lehetőségeink, nem sikerült őket gólra váltani, nekem is volt egy kihagyott fejesem ennek tükrében, hát fájó a vereség, de igyekszünk javítani a jövőben. Mondjuk nehéz meccseink voltak, nem jól jöttünk ki belőle, de azt gondolom, hogy erős a keret, jó a csapat, és ki fogunk ebből a kis gödörből lábalni, és meg fogjuk nyerni a soron következő meccset. A soron következő mérkőzést hazai pályán a Kozár Michelin ellen játssza a Kisvárda. Fodor Ferenc jól ismeri a vasárnapi ellenfelet, mivel a pécsi születésű játékos a szomszédos Kozár Michelinben is eltöltött egy évet. Én parázsmeccsre számítok, ugye a Michelin legutóbb nyert összeszedett társaság, biztos, hogy küzdelmes meccs lesz, ami a pályatalaját is illeti, illetve azt, hogy nekünk most már kötelezően nyernünk el a hétvégén. Hát bízom benne, hogy végre meg lesz az első 3 pont idén. A Kisvárda Mastergurt Kozár Michelin mérkőzés vasárnap 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán. A forduló további párosítása a következő: Siófok Nyíregyháza Spartakusz, Szeged Soroksár, Cigánd Budaörs, Vác Cegléd, Mosonmagyaróvár Dorog, Békés Csaba Szolnok, Csákvár Balmazújváros, Zalaegerszeg Rosics Akadémia és Sopron Puskás Akadémia. Új szakmai stábbal és új elképzelésekkel vág neki az amerikai futballszezonnak a Nyíregyháza Tigers. A Bora Tamás által irányított együttes a legalacsonyabb osztálynak számító Divízió 2-ben indul, azzal a céllal, hogy minél szélesebb utánpótlás bázist építsen ki, és jövőre ismét ott legyen a legmagasabb osztályban. Az elmúlt szezonban még a legmagasabb osztályban, a Hungarian Football League-ben szerepelt a Nyíregyháza Tigers. A 4 tengeren túli játékossal megerősített együttes a bajnoki döntőt célozta meg, de az elődöntőben vereséget szenvedett, így nem jutott a fináléba. A téli szünet nem volt eseménytelen a tigriseknél, változások történtek a szakmai stábban, és változtak a klub távlati célkitűzései is. A fókuszban egy olyan széles utánpótlásbázis kiépítése áll, amely minden korosztályban képviselteti magát. Egy nagyon szimpatikus és tőkerős szponzor beállt a csapatunk mögé, aki megteremtette annak a lehetőségét, hogy mostantól kezdve ingyenes legyen a sportág minden érdeklődő számára. Emellett pedig a másodosztályban való indulás az szintén szakmai döntés volt. Innentől kezdve prioritást élvez az utánpótlás nevelés, az újoncok képzése és a projekt csapat felől szeretnénk eltolódni a magyar játékosok fémmel ezt a teljesen új edzés szempont mellett nevelt játékos gárda felé. Ez azzal jár, hogy amerikai edző és amerikai játékosok nélkül hazai szakemberek irányításával vág neki a szezonnak a Tigers. Bora Tamás vezetőedző lesz kinevezve a szponzor kérésére, újra hadrendbe állt
a rutinos öreg rókánk. Mellette Pápa Szabolcs és Péter Csek Ákos pályaedzőként fog tevékenykedni, jó magam úgy szintén, és ebben az évben ilyen felállásban fogunk indulni. 2018-as HF felindulásra pedig valószínűleg egy amerikai szakvezetőt fogunk hozni, mert hát azért mégiscsak onnan hozzák az újításokat. A Nyíregyháza Tigers a Divízió 2 keleti csoportjában szerepel, a Jászberény Wolverines, a Rebels Old Boys, a Dabas Sparks, valamint a Budapest Eagles és a Debrecen Gladiators második csapatának társaságában. Az első meccset április elején Jászberényben, az első hazai találkozót pedig április 15-én a Tiszavasvári úti NVSC pályán a Rebels ellen játsszák a Tigrisek. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Továbbra is fellendülőben van az ingatlanpiac, ám jóval több az engedélyeztetések száma, mint a megépülő lakásoké. Erről Varga Dénes közgazdász beszélt egy nyíregyházi konferencián. A szakember elmondta, a több mint 30 ezer lakásépítési engedélykikérés után csupán mintegy 20 ezer lakás épült meg tavaly. Az ingatlanpiac fellendülését azonban tovább segíti a csok, valamint az, hogy egyszerűsítettek az engedélyezési folyamatokon is. Ukrajna európai integrációs törekvéseit és a magyar uniós csatlakozás tapasztalatait összegző konferenciát tartottak Nyíregyházán. A helyi önkormányzat és az ungvári főkonzulátus által szervezett eseményen elsősorban a magyar-ukrán határmenti beruházási lehetőségek, az ukrán önkormányzatok fejlesztési lehetőségei és a határon átnyúló együttműködések voltak a fő témák. Nagyobb odafigyeléssel kell a készpénzzel bánnunk, hiszen már forgalomban vannak az új 2 és 5 ezer forintos bankjegyek. Egy nyíregyházi palacsintázóban az elmúlt napokban már össze is kevertek két különböző címletű bankjegyet. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint nyár végén készül majd az új 1000 forintos, de ezzel a készpénzforgalomban majd csak jövőre találkozhatunk. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 10-én pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Híreinket addig is megtalálják a honlapunkon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Szombat estig a Kárpát-medence fölé északnyugat felől eleinte nedves, majd váltakozó nedvesség tartalmú, egyre hidegebb levegő érkezik. Az éjjel többször megnövekszik a felhőzet, zápor, hózápor egyaránt előfordulhat. Az északi szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén, jövő hét elején erőteljes gomoly felhőképződés zavarja majd a napsütést, vasárnap még több helyen, a jövő héten már csak elvétve fordulhat előfutó zápor. Éjszaka fagypont, délután 10 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét második felében már szárazabb levegő érkezik fölénk, így több napsütésre számíthatunk és melegszik az idő, pár fokkal emelkedik a nappali felmelegedés mértéke.